Üdv mindenkinek, sziasztok! Nagy örömhír. Nekem legalábbis megjött az új telefonom. Igaz, mivel Amazonon rendeltem a Prime szolgáltatással, ezért tegnap rendeltem és már meg is érkezett. Ez egy elég jó funkció vagy szolgáltatás az Amazonnál, úgy gondolom. A régi telefonomat kell lecserélnem. Sajnos nem akartam lecserélni még, mert teljesíti az elvárásokat, amiket támasztok irányába. Viszont egy új munkám lett, és ehhez mindenféleképpen egy nagyobb vagy hosszabb üzemidejű telefonra volt szükségem. Hát az én telefonom nem egy mai darab, egy Samsung Galaxy S7-est használok. Hát már szerintem egy 3 éve körülbelül, vagy igen, és mondjuk ez a második telefon. Tehát körülbelül másfél évig használtam az egyik telefont, és most másfél éve használom ezt a másodikat. Mind a kétszer használtam, vettem, nem akartam új telefonra sok pénzt kiadni. Nagyon jól végzi a dolgát, ma is ebben dolgoztam például. Csak az üzemi ideje már eléggé határos, hogy úgy mondjam, ugyanis a munkához szükség van helymeghatározásra állandóan, illetve a Bluetooth-ra, és ráadásul a kijelző is egyfolytában megy, és mivel futár vagyok, körülbelül percenként vagy 2 percenként kiszáll a kocsiból, tehát az sem megoldás, hogy egyfolytában töltőn tartsam, mert nem tudom mindig bedugni meg kihúzni a töltőt. Most azt a megoldást találtam ki, legutóbb, hogy vettem egy autóba való vezeték nélküli töltőt, tehát a telefont, ahogy beraktam a vezeték nélküli töltőbe, azonnal elkezdett tölteni. De ugye ez se tett jót az akkumulátornak, hogy berakom, elkezd tölteni, eltelik 1 perc, 40 másodperc, 2 perc, éppen a két cím között mennyi idő van, majd telefon megint kiveszem, használom, megint visszamegyek és megint rárakom a töltőre, úgymond. És éreztem is rajta, hogy eléggé melegszik emiatt, és ettől függetlenül az üzemidőt egy kicsit meghosszabbítottam, de ugyanúgy elég gyors ütemben merült a telefon. Hát kiszolgáltam az idejét. Hát nálam van másfél éve, nem tudom mennyi ideig használta az előttem lévő tulaj, ugyanis egy ilyen használt telefonostól vettem ezt a készüléket. Szóval emiatt az üzemidő miatt kellett egy másik telefont keresnem. Gondolkoztam, hogy milyen telefon lenne jó, mit lenne érdemes most venni. Megint használt telefonokat kezdtem el nézegetni, de mivel a megbízhatóság és az üzemidő nagyon fontos nekem, és ugye a használt telefonnál nem lehet tudni, hogy ki, hogy használta a telefont, mennyire megbízható még az akkumulátor benne, mennyi ideig bírja, ezért úgy döntöttem, hogy inkább most veszek egy új telefont. Nekem egy dolog volt nagyon fontos, hogy egy nagyon komoly méretű akkumulátor kell, hogy legyen benne. És több ismerős meg barát is ajánlott különböző készülékeket, de mivel nekem is, illetve páromnak is Samsung telefonja van, én valahogy a Samsung mellett próbáltam maradni, nekem ez egy ilyen bevált márka, sokan szígyek, sokan nem, kinek mi válik be. Nézegettem az újabbakat, az S20-akat, S10-eket, kicsit régebb is visszament az S9-re is, megnéztem, de hát még mindig olyan áron adják ezek a telefonokat, mivel ugye ezek a zászlós hajói úgymond a Samsungnak, hogy én nem akarok kérni egy telefonra 5-600 fontot, mert nem, egyszerűen én nem az ember vagyok, aki ennyi pénzt elköt egy telefonra. És akkor elkezdtem nézegetni a netet, jöttek különböző opciók, és aztán valahogy rábukkantam a Samsungnak az M szériájára, ami ugye az S az a legmagasabb széria, tehát az most a legújabb, az a legmodernebb, mindenkinek azt nyomják. Akkor van az A széria, ami kicsit ugye olcsóbb, én úgy tudom, és akkor van az M széria, amiről viszont nem nagyon nyilatkoznak az emberek, vagy legalábbis nem nagyon találtam róla magyar nyelvű információt az interneten, pedig igen, figyelemre méltó teljesítménnyel büszkélkedhet ez a széria is.
És így összehasonlítottam az árakat, teljesítményt, a tudást, és tulajdonképpen ami nekem először szóba jött, az a Samsung M30. Az M30, igen. Majd utána rátaláltam az M30S-re, és ezeknek már elég komoly akkumulátoruk van, elég jók a kamera is. Az még volt egy ilyen aránylag kikötés nálam, hogy azért a kamera az jó minőségű legyen, mert szeretek fényképezni, meg videózni, mint látjátok most is. És utána vagy belefutottam ebbe az M31-esbe. Ugye ezek mindig egyre följebb lépkedtem a ranglétrán, meg az árban is. Az első telefon az lett volna ilyen újonnan ilyen 180 font körül. Nem tudom Magyarországon mennyire forgalmazzák, ugye én Angliában élek, és én itt vettem ezt a telefont. Tehát ilyen 180 font körül lett volna. Az M30S az lett volna ilyen 200 font körül. És akkor az M31-et pedig most valamiért ilyen exkluzív ajánlatban az Amazonon meg lehet kapni 245 fontért. Egyébként a normál ár az 299 font lett volna, tehát egy körülbelül 50 fontot elengedtek az árból. És úgy voltam vele, hogy összehasonlítottam ezt a három telefont az M szériából, hogy melyik lehet jó nekem, összehasonlítottam az A kategóriával is, az A szériával is. És eleve nekem már ugye az akkumulátor miatt ez nagyon szimpatikus volt, hogy ez a M széria, az M30S, illetve az M31-es, mind a kettőben 6000 mAh akkumulátor van, ami egy brutális méretű akkumulátor, tehát most úgy kell érteni, hogy nem néztem pontosan utána, de azt hiszem, hogy az S20-ban, ami most ugye a legújabb zászlóshajó a Samsungnak, abban talán ilyen 4800 körüli akkumulátor, az S20 Plus-ban van talán 5100 mAh, tehát ehhez képest ebbe 6000 mAh-es akkumulátor van. Összehasonlításképpen a régi Samsung Galaxy S7-esen pedig 3000 mAh-es akkumulátor van, tehát ebbe pontosan kétszer akkor aksi van. Jó, mondjuk a kijelző is nagyobb, meg ilyesmi, viszont mivel ez egy sokkal modernebb technológia, gondolom az energiafelhasználás is lényegesen jobb már, mint a régebbi telefonnál volt. Kis összehasonlításképpen az S7-es az 5,1-szoros kijelzővel rendelkezik, az M31 pedig 6,4-jel, tehát ez nekem egy elég drasztikus változás lesz méretben. Ugye megszoktam már, hogy mennyire kézzel áll nekem az S7-es, ahhoz képest ez egy durván nagy telefon lesz. A kamera. Én meg voltam elégedve az S7-es hátsó kamerájának a minőségével, egy egész elfogadható képeket lehet csinálni, volt rajta ugye manuális vagy professzionális módnak hívja a Samsung, tehát tudtam manuálisan is állítani dolgokat a fényképezéskor, és egy nagyon jó funkció volt, és 12 megapixeles képeket tudott csinálni a hátsó kamerája az S7-esnek, én meg voltam elégedve, amit láttok a Facebookon esetleg képet, nagy része egyébként azzal a telefonnak készült, a hátsó kamerájával. Az előső kamerájával, úgymond a selfie kamerával nem voltam annyira megelégedve, az nem valami komoly minőség. Arra jó volt, hogy néha-néha lőttünk egy hirtelen selfie-t vele. Na most ezzel ellentétben, ami először ugye az akkumulátor méretén kívül megütötte a szememet, az M30S-nél, hogy ott már nem is egy kamera van hátul, hanem ugye bevezették ezt az új dizájnt a telefonoknál, hogy ilyen kamera szigeteket raknak úgymond a telefon hátuljára. És már az M30S hátulján is három kamera volt, ott is volt egy 48 megapixeles kamera, mondom, hogy jó Isten, hát 12 megapixelhez képest ez négyszer akkora felbontás lesz, tehát mondom, már elég, már is tetszett nekem, hogy ez azért elég komoly előrelépés lesz. Plusz van másik két kamera is, egyik talán a széles látószögű, meg egy ilyen mélységet érzékelő kamera, tehát elég komoly kamerája van az M30S-nek is. Majd ezután rátaláltam az M31-esre, amit még egy kicsit durvábbra csináltak, ugyanis nem három kamera van hátul, hanem négy.
és ott még van ott is van ez a mélységű kamera, van egy széles látószög, és a 32, nem, bocsánat, a 48 megapixeles főkamera helyett 64 megapixeles főkamera van ezen a telefonon, úgyhogy ezt tényleg már nagyon durvának gondolom, bár nem tudom, milyen képeket lehet vele csinálni. Tesztképeket láttam ugye interneten, hát elég sokat mondóak. Illetve ezen még van egy plusz kicsike kamera hátul, amivel makróképeket lehet csinálni. Úgyhogy most már nem a főkamera fog zoomolgatni, hogy próbálja a közeli tárgyakat behozni, hanem a makró kamerára fog átváltani, és azt fog képeket csinálni. Ez is egy elég fontos vagy jó dolog nekem, hogy van rajta, mert szeretek néha közeli képeket csinálni, és akkor ezt egy normál fényképező gépes telefonnal nem annyira egyszerű megcsinálni. Úgyhogy drasztikusan jobb a kamerája ennek a telefonnak, mint a réginek volt. A rendszert működtető RAM-ok száma az egy picit változott, a S7-esben 4 GB RAM volt, ebbe pedig 60. Ez a 2 GB annyira így nem tűnik hirtelen soknak, viszont hogyha utána számolunk, akkor ez 50%-os pluszt jelent, ami azért nem mindegy. Illetve a tárhely, nekem 32 GB volt a telefonom, tehát annyi volt a belső tárhely, nekem van benne még plusz egy 32 GB memóriakártya is. Úgyhogy így az elég volt a fényképeknek, videóknak, meg különböző dolgoknak. A rendszer is elég korrekten tudott futni. Az új telefonnak, pedig az M31-esnek már alapból 64 GB belső tárhelye van, és ezt lehet bővíteni még akár 512 GB memóriakártyával, de szerintem már egy ideig nem lesz szükségem. Illetve hát, hogy az akkumulátor, amit említettem már kicsit előbb is, hogy kétszer akkor akkumulátor van benne. Úgyhogy nagyon várom. Hát nekem leginkább az üzem idő, ami fontos lesz. Meglátjuk. Azt mondják, hogy 2 napot kibír ez a telefon egy töltéssel, ugye nagy akkumulátornak köszönhetően. Nekem ugye a munkámból kifolyólag ugye használnom kell a helymeghatározást, a Bluetooth-t, egyfolytában menni fog a képernyő, tehát azért eléggé én úgymond nyüstölöm majd a telefont. Meglátjuk, meddig fogja kibírni. Hát egy hátránya van ennek a telefonnak, az M31-esnek az S7-essel szemben, hogy ezen nincsen vezeték nélküli töltés, tehát mindig be kell dugni, az ember tölteni akarja. Viszont mivel ilyen nagyon durva méretű akkumulátor van benne, ezért azt nem kell sűrűn töltögetni. Illetve az M31-nek viszont van egy 15 wattos gyors töltője, amit állítólag adtak a telefonhoz, benne van a dobozba. Nem tudom még tulajdonképpen mi van a dobozban, nem sokára jön az unboxing videó. Egyelőre ennyi infót tudtam erre elmondani. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem fölcsigáztam a érdeklődéseket, úgyhogy meg tudjátok majd nézni a csatornán nem sokára az unboxing videóját a Samsung Galaxy M31-esnek is. Addig is sziasztok!